Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a hívásra megjelenteket, kedves testvéreinket, és az imént bevonult nagyszerű embereket, akik azért jöttek, hogy szolgáljanak nekünk. Itt látnak a falakon körben egy kiállítást. A Párbeszéd házának a kiállítása Kürti Hanna művésznőnek Napbazárt tájakon címet viselő kiállítása, és azt gondolom, hogy nagyon helyén van ebben a szakrális térben, emellett a kiállítás mellett ez a gyönyörű est, aminek eléje nézünk, ami azt a címet viseli, ugye, hogy Karácsonyi éjfélóra, advent és karácsony misztériuma. Kik is azok, akik szolgálnak? Elsősorban is, aki annyi évtizeden át oly sok zenére fölnyílt lélek szolgálatára adta magát, Bodza Klára dalénekes, akinek hívására együtt vagyunk most mindannyian. Segíti majd az estet a kiváló művész úr, Dunai Tamás. Aztán az Excanto régi zene fúvós trió, Kállay Gábor, Kálai Katalin és Harsányi Zsolt. Aztán a lantal, kobozzal, a pengetős hangszereknek a mestereként Csörsz Rumen István. Balogh Kálmán, cimbaloművész. Kis Krisztián, népi furuja. Ábrahám Brigitta, Szerencsés Martina, Pojendán Gergő, akik a művésznőnek tanítványai a Zeneakadémiáról. Tehát így a fölállás és a felülés, és így nézünk eléje ennek a szép esnek, ami ugye igazából az isteni irgalom túlcsorduló megnyilvánulása. Ráadásul még Ferenc pápának köszönhetően most már pár napja el is kezdtük az irgalmasság, az isteni irgalmasságnak az évét is, és bizonyára már elérkezett kinek-kinek nem csak az agyába, hanem a szívébe is ez a szép időszak, egy éven keresztül melengedheti majd legbensőnket az isteni irgalmasságnak a közelsége, gondolata. Szóval ez a kontextus, amiben itt akkor ez a szép karácsonyi, adventi karácsonyi koncert elhangzik, karácsonyi éjfélóra, és akkor én be is fejezem, induljon a koncert. Thank you. Köszönöm, Uram, hogy tiszta a szemem, és látom ragyogni arcodat. Köszönöm, hogy erős a lelkem, és tudom harcolni harcodat. Köszönöm, hogy tudlak szeretni. Köszönöm, hogy hitem erős. Köszönök mindent, Uram, a sok tavaszt, lepkét, búzavirágot. Köszönöm a dalt, életet, álmot. Köszönöm, hogy végig enyém voltál. Köszönöm a tábort és Golgotát. Köszönöm Emmauszt és Betániát. Ha elmegyek, Uram, mindent megköszönök, és megcsókolom szentséges kezed, mely átkarolva tartott a viharban, védett és ellenőrizte. Köszönöm, hogy oly sok szerető szívet adtál, s vendégséget szentelt oltárodnál. Köszönöm, melyben eljössz a percet, s mit letűznek fölém a keresztet. Én csak kis fatornyú templom vagyok, nem csúcsíves dóm, égbe szökkenő. A szellemóriások fénye rám ragyog, de szikra szunnyad bennem is erő. S bár irigykedve holtig bámulom a dómok súlyos drága titkait, az én szívem is álmok temploma, és Isten minden templomban lakik. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger, és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, és ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarazd szét békességedet, és szóval, készfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen, vihartépett fák ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Békesség, köszöntésünk ez legyen, békesség Istentől. Hegyet hágék, lőtőt lépék, kőkápolnicskát láték. Belől aranyas, küvel irgalmas. Szent világ Úr Jézus Krisztus benne lakik vala. Aranyhajával leeresztve, aranykönyveivel kicsordulva, és aranyszekállával kitépve. Eljöve Szent világ Úr Isten, és megkérdeztén, miért ülsz itt, Szent világ Úr Jézus Krisztus, aranyhajadval leeresztve, aranykönyveidvel kicsordulva, és aranyszekálladdal kitépve? Azért ülök itt, Szent világ Úr Isten, várom a harangokat, megkonduljanak, a bűnösök ide folyamodjanak, bűnbánatot tartsanak, szent asztalomról táplálkodjanak, hogy örök életet éljenek. Aki eztet elmondja, ezte lefektibe, reggel felkeltibe, testje beteg, lelke készül, boldog mennyország ajtaja nyitul. Ámen. Téged az Úristen Szólítsa meg az Úr az én házamat, ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat. Fényes hajnal után hozza fel Karácsonyi éjfélóra, megszületett Istenfia. Megszületett Istenfia, az ártatlan kis Jézuska. Gyerünk, menjünk jászolához, boruljunk le a lábához. Fekete fábul, fekete bőcső, fekete fábul a jászol. Örvendjetek, keresztények! Nyíljatok meg nyelvek, szívek az idvesség Istenének, mondjatok áldást minden hívek! Felváltatott nagy örömmel a haláltól való félelem, mit véghetetlen érdemmel meggyőz az isteni kegyelem. A megtartó ma született, az örök Isten emberré lett, és ma visszaszereztetett az igazság, s elvesztett élet. Kiküldé szerelmes fiát Istenünk a teljes időben, hogy a kezes a bűn díját fizesse, s szenvedje testében. Ó, imádandó titkai a ma békesség tanácsának! Ó, nagyhatalmú dolgai a menny és föld szabad urának, aki által teremtetett, s lett minden serege az égnek, az ige testé született, személye az egy Istenségnek. Ennek örülnek az egek, a titkok mélységén bámulnak. Hirdetik angyalseregek Jézust, s előtte leborulnak. A magasságost tisztelik, a földön békességet zengnek, és ünnepnappá szentelik megjelenését az Istennek. Áldom én is szent nevedet, én királyom, szenteknek szente, és vígan ülöm ünneped, ó Jézus, Istennek felkentje. Magasztalom felségedet, és imádlak szent félelemmel, de egyszer s mind szerelmedet megölelem igaz hitemmel. Köszönöm.